A Kecskeméti Város Szépítő Egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy megköszönik azon civilek munkáját, akik hozzájárultak a város szépítő, a várost virágossá tévő munkálatokhoz. Király József, az egyesület elnöke a mai sajtótájékoztatón sorra emelte ki mindazon személyeket, akik önzetlenül nyújtották a segítő kezet. Ilyen volt például Gyenes István kecskeméti agrárszakember, aki a Virágos Balkon akcióhoz adta a virágokat. Megköszönték a munkát továbbá Gyenes László kertésznek, a Leander sétány ötletadójának. Király József kiemelte Farkas Bartakatát, a 10 millió fa Kecskemét Egyesület elnökét a Centrum Áruház zöldítése kapcsán. Az elültetett növények gondozásáért mondtak köszönetet az egyesület tagjai Pap János Vilmosnak, Heronyányi Mirtilnek, az OTP Szabadságtéri fiókjának, valamint a Bács-Kiskun megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak. A város szépítő egyesület elnöke a sajtótájékoztatón azt mondta, a munkát folytatják, mert jó érzés virággal díszíteni Kecskemétet.